Továbbra is aggasztó a járványhelyzet Oroszországban. A fertőzöttek és halálesetek száma szinte minden nap meghaladja az előző napi adatot. Ráadásul egyre több a megbetegedés a gyerekek és a csecsemők körében is, és a vírus új hullámában már a fiatalok is sokkal súlyosabb tüneteket produkálnak. Pár hónapos csecsemőket ápolnak a szibériai Irkutszk városának koronavírusos betegekkel foglalkozó kórházában. Ahogy Oroszország többi részén, itt is egyre több a megbetegedés. Ám ami a legaggasztóbb, hogy a gyerekek közül is egyre többen fertőződnek meg. Nemrégiben megemelkedett a betegeink száma. Gyermekek, tinédzserek és újszülöttek érkeznek hozzánk koronavírussal. A korábbi hullámok alatt nem volt ilyen, mondta a kórház fertőző osztályának vezetője. Hozzátéve, hogy a betegség súlyossága is fokozott a fiatalok körében, így sokan szorulnak oxigénellátásra is. A kórház helyettes főorvosa pedig azt nyilatkozta, a gyermekek legtöbbször szüleiktől kapják el a vírust. A gyermekek egészsége a felnőtteken múlik, ezért is kellene mindenkinek beoltatnia magát, fogalmazott a főorvos. Az orosz kormány hivatalos adatai alapján csak a fővárosban naponta közel 1000 új fertőzött kerül ki a fiatalabb korosztályból, ráadásul közülük egyre többen halnak bele a koronavírus okozta szövődményekbe. A krónikus beteg gyermekeket nagyon súlyosan érinti a vírus. Azt is tapasztaljuk, hogy a fiatalok körében egyre magasabb a halálozási arány, nyilatkozta Moszkva polgármestere. A fővárosban csütörtökön, míg az ország többi részén szombaton egy hetes kényszermunkaszünet vette kezdetét. A moszkvai vezetés a szigorú korlátozást annak reményében vezette be, hogy ezzel talán lassíthatják a vírus terjedését. A járványhelyzet Oroszországban ugyanis soha nem látott mélypontot ért el. Naponta újabb és újabb csúcsokat dönt a fertőzöttek és a halálesetek száma is. Csak az elmúlt napon több mint 40 ezeren kapták el a koronavírust, és legkevesebb 1160-an vesztették életüket. Azonban az aggasztó adatok ellenére sem emelkedett meg a lakosság oltakozási hajlandósága. Még mindig csupán az orosz felnőttek alig több mint egyharmada vette fel a vakcina mindkét dózisát. Az orosz hatóságok több ízben felszólították a lakosságot, ne üdülésre használják a karantén időszakát, mégis több turista célponton nagy tömegekre számítanak. A Krimfélsziget fővárosa Szevasztopol határában ezért a munkaszünet idejére ellenőrzőpontokat állítottak fel. Csak az léphet be, vagy hagyhatja el a várost, aki bizonyítani tudja, hogy megkapta az oltást, vagy az elmúlt 6 hónapban már felgyógyult a betegségből.